Szeretettel üdvözlöm akkor a még maradókat ezen a viszonylag késői szombat estén. Miskolci Gábor vagyok, a Teozófiai Társulat és a Szithárta Alosztály tagja. És most azt húztam, hogy erről a 142 évről, mármint a Nemzetközi Teozófiai Társulat 142 évéről, plusz még a Magyar Társulat 100 évéről is, tartsak egy egyórába sűrített előadást. Megkísérlem, amit kihagyok, az pusztán a tartalmi és a terjedelmi korlátok miatt van, nem pedig azért, mert pikkeltem valakire, vagy megítélek valakit a teozófiai mozgalom múltjából. Röviden, hogy miről lesz szó, először a teozófiáról, mégis miről szól ez a társulat. Remélem, azért a legtöbbjüknek ez nem lesz újdonság. Aztán a Teozófiai Társulat hármas célkitűzéséről, szimbólumáról és munkájáról ejtenék néhány szót, és akkor következne a legnagyobb részt felölelő tartalmi darab, a Teozófiai Társulat történetéről és legismertebb, általam legismertebbnek tartott alakjairól. És végül a Magyar Teozófiai Társulatról szóló rész, meg egy kis arcképcsarnok a végén. Először a teozófiáról, gondolom nem először hallják, de azért, hogy az egészet valahogy környezetébe helyezzük, kell erről szót ejtenünk. A teozófia tulajdonképpen az isteni bölcsesség vagy tudás utaló elnevezés, és hát gyökere az ember örök vágya a létezés titkainak felderítésére, meg hogy magát el tudja helyezni valahogy a világegyetemben. Ez mióta gondolkodó ember létezik, ez mindig foglalkoztatott minket. Ennek megfelelően az általunk ismert történelemben is már végig jelen volt, és ennek a főbb letéteményesei a történelemben és a mai napig is India és Kína régi bölcseleti iskoláiban és a mai napjainkban India jógiaiban található meg. De fellelhető mindez az ókori egyiptomi és görög misztériumiskolákon keresztül még egy csomó egyéb iskolának a képviselőiben is. A legutolsó, már a teozófiai társulat előtti legutolsó ilyen képviselők voltak a rózsakeresztek és az alkimisták. Itt most az alkimistákon nem azt értem, akik megégették magukat, hogy aranyat csináljanak, mert ugye az alkimia nem egészen erről szól, vagy nem csak erről, legkevésbé erről. Szóval az alkimisták, és hát a 19. század végétől, ha bár nem kizárólagosan, mert ez soha nem követelte magának a teozófia kizárólagosságot, de világszerte a teozófiai társulat ezeknek a ismereteknek a továbbadója. Mi ennek a háttere? A társulatnak van egy hármas célkitűzése, amely a kezdetektől fogva megvan. Majd, hogy ezek a kezdetek mit jelentenek, azt majd kicsit később fogjuk látni. A hármas célkitűzés úgy szól, hogy megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát. Nemzetiségi, vallási, társadalmi, osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. Majd ha odaérünk, akkor látni fogják, a társulat 1875-ben indult. Akkor a nemi, a faji, a vallás és a társadalmi osztálybeli megkülönböztetés hiányának hangoztatása azért nem volt annyira magától értetődő, mint ahogy ma az. További ilyen célkitűzés volt támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását, kizárva azt, hogy nekem csak ez az üdvözítő és csak az az igaz. Továbbá kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket. Ez volt talán a legvonzóbb célkitűzés akkoriban, amikor elindult a társulat. Majd fogják látni, hogy miért.
Az idők során, aztán a megalakulást követően a társulat két további fontos deklarációja is szót érdemel. 1924-ben megszületett határozott a gondolat szabadságáról, amely a társulat alapköve azóta is. Ez nem szól másról, mint hogy minden tagnak szíve joga, hogy azt gondoljon, és azt az Istent higgye, és azt a filozófiai irányzatot kövesse, amelyik számára a legegyszerűbb. Egészen addig, míg a három alaptétellel, amit az előbb elmondtam, szembe nem kerül ezek hangoztatása vagy vallása során. Aztán 1949-ben, figyeljék meg a dátumot, a II. Világháború után vagyunk, született meg a második ilyen fontos deklaráció a társulat függetlenségének megőrzéséről, mert hogy akkoriban vált nyilvánvalóvá, legalábbis akkor jutott odáig a társulat, hogy ezt deklarálja is, hogy a céljai érdekében való működés és munkálkodáshoz ez a hosszú távon, ez a zálog, ez muszáj. Nem köteleződhetünk el semmilyen politikai irányzat vagy doktrína mellett. Csak is azok mellett, amiket a teozófia magáénak van. A társulat emblémája azért lényeges, és azért vesszük most itt egy dia erejéig elő, mert tulajdonképpen a teljes filozófiáját magában foglalja a teozófiai társulatnak. Nem véletlenül van így természetesen. Legfelül a társulat emblémájában az Om szanszkrit jelét találják meg, ugye ez az a bizonyos Isten igéje, amely az a rezgés spektrum, a teljes terjedelmű rezgés, amiből mindenfajta formát létre tud hozni a természet, ha a megfelelő körülmények adottak hozzá. Ezért ez a teremtés igéje, ez a fajta gyakorlatilag a teljes rezgés spektrumot átölelő hang. A lángoló, forgó kereszt egy ősi jelképe a természet teremtő és újrateremtő, más szóval romboló erőinek. Biztos ismerős sokuknak, de azt ne felejtsük el, hogy itt másfelé áll a forgó kereszt ágai, mint egy más jelképen. Aztán következik a farkába harapó kígyó a jel az emblémánkban, amely nagyon sok vallási irányzatban és a történelemben többször is előkerül a bölcsesség ősi jelképe. Az egymásba fonódó háromszögeket ezen az előadás sorozaton már többször is láthatták korábban. Ezek a szellem és az anyag örök párharcának jelképét adják, ami természetesen a felfelé mutató fehér a szellem, a lefelé mutató fekete az anyag jelképe. A két háromszög közepén az ank pedig az örök feltámadást, a szellem győzelmét hirdeti vagy deklarálja ebben a jelképrendszerben. Legalul pedig a társulat jelmondata, nincs magasztosabb vallás az igazságnál, amely a Benáreszi Maharadzsa családi jelmondata, amelyet ők a Mahabharatából vettek. A teozófiai társulat célját nagyon egyszerűen össze lehet foglalni, de persze ez aztán nagyon sok felé ágazik el. Lényegében arról van szó, amiért a társulat létrejött, hogy a teozófia eszméit megismertesse azokkal, akik keresik a válaszokat a világ tapasztalataira, világban tapasztaltakra, és a maguk helyét ebben a világban. Mi nem vagyunk hittérítők. Azoknak segítünk, akik keresnek. A másik ilyen pedig az ember szellemi kibontakoztatását a három fő irányzat mindegyikén igyekszik segíteni. Adrián előadásában volt arról szó, hogy amiért itt vagyunk a Földön, amiért az egész Föld létezik, az az isteni terv, vagy a szellem rejtett adottságainak kibontakoztatása.
Ez a teozófia eszmerendszere alapján, meg sok más vallás eszmerendszere alapján is három fő úton történhet meg, amelyek persze aztán nagyon sok elágazást is tartalmaznak. De a lényeg az, hogy ez a tudás, a cselekvés és az áhítat útja, és a teozófiában, illetve a teozófiai szervezetekben mindegyiknek megvan a saját vonulata, és minden úton haladónak tud a teozófia az ő késztetéseinek és céljainak megfelelő lehetőségeket biztosítani. Ahogy az Úr Krisna mondta a Bhagavad Gita-ban, sokféle úton jönnek én hozzám, és én minden úton eléjük megyek, mert az ösvény, amelyen jönnek, minden irányból az enyém. Miért tennénk mi különbséget bármelyik út javára, vagy kárára? A teozófiai társulat megalakulásához érkeztünk, és ezzel a legnagyobb blokkjához ennek az előadásnak. De mielőtt elkezdenénk foglalkozni a teozófiai társulat megalakulásával, egy kicsit a háttérképet tisztázni kellene előtte, hogy úgy mondjam, kontextusba kell tenni a megszületését. És ehhez érteni kell, vagy legalábbis egy kicsit látni kell azt, hogy mi történt akkor, amikor a társulat elindult. Hogy nézett ki a világ? 19. század végéről beszélünk, ahol az elvakult materializmus, ugye akkoriban volt az, hogy az emberek úgy gondolták, vagy legalábbis sokan hirdették azt, hogy már mindent föltaláltunk, amit lehet, már minden világos, mindent tudunk, itt már nem kell Isten, sem vallások, az csak népbutítás, már világos, mindent föltárt a tudomány. 1859-ben jelentette meg Darwin a fajok eredetéről szóló értekezését, ami meglehetősen fölkavarta az állóvizet, és az még jócskán tartott 1875-ben, amely évről most beszélünk. És azokban az évtizedekben, tehát a 19. század vége felé kezdett tért hódítani a spiritizmus. Nem tudom, hogy mennyire ugrik bennetnek, hogy mi az, hogy spiritizmus. Lényegében mindenféle ilyen, hát hogy mondjam, jelenségek generálásáról volt szó, hogy ott megjelentek szellemek, meg asztalt táncoltattak, meg kopogtak, meg tehát a halottakkal beszélgettek. Tehát ilyen volt mindenfelé. Ugye a legelőkelőbb szalonoktól kezdve a falusi pajtákig mindenhol ilyeneket csináltak. Olyasmi volt ez, mint néhány évtizeddel ezelőtt, mikor a striptease megengedetté vált, akkor a Maca néni vagy a Micike, a pénztáros a kocsmába este 9 után vetkőzött. Hát ilyen idők jártak. A spiritizmus minden esetre egyfajta ellensúlyának volt tekinthető annak az elvadult materializmusnak, ami a 19. század végének sajátja volt. Hát egyfajta ellenpólusként kezdett ez teret hódítani azok körében, akiket nem vásárolták meg ezt az ötletet, hogy már a tudomány az mindent föltárt. Na ebben a közéleti szférában és közegben születtek meg az első próbálkozások. 1871-ben Blavatskyné Kairóban tett egy kísérletet egy ilyen Spiritual Society nevű társaság létrehozására, ami a régi egyiptomi misztériumoknak a feltárására alakult volna. Hát ő azt próbálták kitalálni, hogy csinálták azokat a kunsztokat az egyiptomi papok. Blavatskyné tudott ilyen kunsztokat csinálni, és ő ezzel szerzett is magának híveket, de általában az szokott lenni az ilyen kunsztolásnak a vége, hogy nagy bukta. Ő is így járt. Most abban nem menjünk bele, hogy ez miért alakult ki, meg hogy volt. A lényeg az, hogy ez egy durva fiaskó. Aztán különböző behatások vagy közreműködések nyomán 1873-ba érkezett New Yorkba Blavatskyné. Az egy külön történet, hogy ez miért és milyen módon került oda, meg történt ez a gyors odautazása.
de erre most nem tudunk kitérni. És ott találkozott nem sokkal később Olcott ezredessel, Henry Steele Olcottal, és 1873-75 között kezdett kialakulni, ők közösen járogattak ilyen szeánszokra, meg médiumokhoz, meg stb. Olcottnak az egyik foglalkozása volt az, hogy ezeket tesztelte, és a tapasztalatairól különböző lapoknak adott írásokat. Vele tartott Blavatskyné is, és szép lassan egy elég szoros elvi kapcsolat alakult ki közöttük, és elkötelezettség azoknak a dolgoknak a feltárására, amikről ezek a jelenségek és a médiumítás szólt. Ugye Olcottot is érdekelte a dolog, Blavatskyné meg elhivatott volt, hogy úgy mondjam, küldték. Elég az hozzá, hogy szép lassan egy ilyen kis szellemi holdudvar hasonló érdeklődésű emberekből kezdett fölépülni közöttük, ami végül is 1875. november 17-ére eljutott oda, hogy megszületett az ötlet, hogy csináljunk egy olyat, hogy egy olyan társulatot, ami ezeknek a jelenségeknek a kutatásával foglalkozik. Akkor még csak ez volt a cél. Hát volt jó pár buktató az elején, de a lényeg az, hogy 17-én megalakult a teozófiai társulat, 17 alapítóval, amiből néhány hét hónap elteltével gyakorlatilag lemarzsolódott szinte mindenki, mert amiért ők jöttek, megint, hogy ilyen kunstokat lehetett látni, volt egy bizonyos Mr. Felt nevű ember, aki tudott ilyen kunstokat csinálni, és nagyon jól ismerte az egyiptomi misztériumokat. És az elképzelés az volt, hogy ő majd kiképezi, meg beavatja ezeket az embereket, hogy hogy is történik ez. Aztán ő ezt igazából nem váltotta be az ilyen ígéreteit, többé nem mutatkozott a társulat köreiben, úgyhogy szép lassan lemorzsolódtak azok, akiket ezek a jelenségek bemutatása vonzott volna, és maradtak ők hárman, akik igazából elvi alapon érdeklődtek a dolog iránt, a rejtett valóság iránt. Az ő nevük Helena Petrovna Blavatsky volt, őról beszéltem, aki ugye 1871-ben Kajróban próbált létrehozni egy ilyen társulatot. Henry Steele Olcott, ő egy visszavonult ezredese volt az amerikai hadseregnek, és William Quain Judge, ő pedig egy ügyvéd volt, önálló ügyvéd. A társulat megalakulása után továbbra is egy ilyen kis mag maradt, de Blavatskyné elkezdett dolgozni az első könyvén, vagyis az első nagyobb művén. 1877-ben adták ki ezt az Isis fájtlak nélkül magyar címen, ami egy inspirált mű volt a keleti filozófiákról, misztériumokról és a jelennel való kapcsolatukról szólt. Ez nagyon alkalmas volt arra, hogy felcsigázza az érdeklődést, a komolyabb érdeklődést, nem feltétlenül a szellem idézéssel kapcsolatos érdeklődést, és a közbeszédet, a közbeszédbe behozza a teozófiát. 7 hónap alatt ebből 3 kiadást adtak el, ilyen ezres, több ezres példányszámokat, de hát nem volt egy könnyű olvasmány, úgyhogy idővel úgy elveszett a történelem süllyesztőjében. De a társulat nem. Mert 1879-ben Olcott és Blavatskyné Indiába utaztak, és ezzel a társulat tevékenységének súlypontja Indiába tevődött át, ami az első ilyen helyszín, működési helyszín az Bombay volt. Az amerikai társulat, vagy hát az eredeti társulat, amelyik Amerikában jött el, az kvázi alvó állapotba került, nem volt, aki azt a szekeret tolja. Itt a bombéi működésük során született meg az elhatározás, és indították el a Teozófi című folyóiratot, amit a mai napig is működik, és kiadják, és a teozófiai társulat
úgymond hivatalos folyóirata. Ezt azért tették, mert olyan tömegű levelet kapott Blavatsky Nézs és Olkott is, amivel egyszerűen képtelenség volt megbirkózni, és sokkal észszerűbbnek látszott válaszokat, cikkeket közzétenni egy ilyen folyóiratban, mint 1000 válaszlevelet üldözgetni. Itt kezdődött aztán ebben a működési fázisban egy bizonyos Alfred Percy Sinnett és Hume nevű úriembereknek a levelezése a mesterekkel. Ők maguk keresték meg Blavatskynét, hogy ők szeretnének ezekkel a bizonyos keleti mesterekkel kapcsolatba lépni, mert hát rengeteg kérdés van, amire szeretnének választ kapni. És ez sikerült is, megkapta a Blavatskynén keresztül megtörtént a kapcsolatfelvétel, és levelezés indult. Több tucat, vagy a mesterektől végül is azt hiszem, hogy több mint 100-as nagyságrendű levél érkezett. Ezek egy jelentős része ma is megvan. Egyrészt a British Museum könyvtárában, másrészt a társulatnak a könyvtárában. És ezek a levelek hát meglehetősen mélyre mentek a világ rejtelmeibe. Ezekből született meg azután az Isis fájtlak nélkül kívül az a két mű, aminek már igen nagy hatása volt a világra. Ezek a művek az okkult világ és az ezoterikus buddhizmus című könyvek voltak. Mind a kettő színeknek a műve. Az okkult világ az döntően a tanítókkal, a keleti tanítókkal, az egymással kapcsolódó hierarchikus viszonyukkal és a világban végzett munkájukkal foglalkozik. Az ezoterikus buddhizmus az már egy kicsit nagyobb lélegzetű mű volt, mindjárt felolvasom a tartalom jegyzékét, csak hogy értsék, hogy miről van szó, és hogy az mekkorát szólt akkoriban. Ennek a következő fejezetei voltak. Ezoterikus tanítók, az ember felépítése, bolygóláncunk, világperiódusok, Devacsán, mostani nevén Mennyország, Kámaloka, avagy Pokul, emberi fejlődés hullámai, az emberiség haladása, Buddha, Nirvána és az univerzum. 19. század végén azért gondolom értik, hogy ez mekkora jelentőségű mű volt. És a teozófiai társulat később csatlakozó tagjai közül nagyon sokan, akik ezt olvasták, végül is ez volt az, ami a társulatba hozta és további munkára ösztönözte. További nagyon jelentős tevékenysége volt Olkottnak abban, hogy úgymond feltámassza a buddhizmust Ázsiában, amennyiben egy ceylon látogatása után megfogalmazódott benne, hogy ő megírja a buddhista katekizmust, mert hogy a buddhizmus addigra eléggé, hát hogy úgy mondjam, leült, és mindenki a saját pecsenyéjét sütögette, és ezt abban az időben nagyon nyomultak a keresztény hittérítők Indiában, és mindent megtettek, hogy megalázzák és elhitessék a ottani emberekkel, hogy a hinduizmus és a buddhizmus azok valami babonás dolgok, és hogy a kereszténység az sokkal felsőrendűbb nála. Na, hát ez ugye nagyon kellemetlenül érintette az ottani embereket, és Olkottnak ez a bizonyos buddhista katekizmusa, ez volt hivatott és szolgált arra, hogy ráébressze őket, hogy legalábbis a buddhizmus mennyire nemes és mélyen szántó igazságokat tartalmazó vallás. Aztán 1882-ben áttették a székhelyüket Madrasba, és ott szerezték meg annó 600 fontért összesen egy ilyen ma is használt adiári birtokot. Ez egy 100 hektáros park volt benne, palotákkal, bungalókkal és mindenféle egyéb épülettel, amely azóta az évek során egy nagyon szépen kiépült és egy spirituális központtá vált.
állítólag néhányszor mesterek is megjelentek ott. Érdemes megnézni, aki letölti majd ezt az előadás anyagot, ide tettem a linket, hogy meg lehet nézni az épületeket és egy fotó összeállítást erről a birtokról és a mostani állapotáról. Nagyon szép. Aztán 1883-ban Olcott egy körútra indult Indiában, ami rendkívüli módon megnövelte a társulatnak a taglétszámát, ismertségét és hatását. Charles Webster Ledbetter is ebben az időszakban csatlakozik a társulathoz. Ő is az Occult World-ot olvasta el, és az vitte be a társulatba, és majd később egy ilyen megnézzük pár szóban, hogy mekkora hozzájárulása volt neki a teozófiai mozgalomhoz. És ebben az időszakban történik az, hogy Blavatskyné 1885-ben Európába költözik, és elkezdi írni a titkos tanítást is. Ekkorra már több mint 120 társulati alosztály és nemzeti szervezet működött szerte a világon. Akkoriban még inkább csak Európára és Ázsiára vonatkozott. Ausztrália még a jövő zenéje volt, és hát Amerikában pedig egyelőre alvó állapotban volt a társulat. Ledbetterről csak néhány szóban tényleg. Ő anglikán pap volt, ez adta a különlegességét, és nagyon nehezen is fogadták be a társulatba, mert nem tudták elképzelni, hogy egy anglikán pap az akkori bigott felfogás szerint teozófussá válhasson, és ezeket az eszméket vallhassa. Hát ő hátat fordított a papi hivatásának, legalábbis akkor, és a teozófia szolgálatának szentelte egész hátralevő életét. Rengeteg könyvet írt, és nagyon nagy kutatómunkát végzett okkult téren is, ha bár vannak ellentmondások abban, amit felfedezett, de akkor is a későbbi korszakok néhány művéből kiindulva, későbbi korszakok messze menően igazolták azokat, amiket ő tisztánlátóként felfedezett és közzétett. További érdemei közé tartozik a szabad katolikus egyházban annak a felemelése, a teozófiával való áthatása, és a szabadkőműves mozgalomnak a megújítása is. És még egy fontos dolog, Jiddu Krishnamurtinak, úgymond ő volt a felfedezője. Ez is egy külön történet, hogy ez hogy történt, de Krishnamurtiról is még lesz szó. Tehát ha úgy tetszik, Krishnamurtit is neki köszönhetjük. Még egy dolgot azért, ez így nagyon gyorsan el volt intézve Ledbetter úr. Egy dolgot még meg kell, hogy említsek. 2014. november 18-án Adrien volt olyan kedves, és készített egy előadásanyagot, amelynek a felvétele és a diái fent vannak a Teozófiai Társulat honlapján. Ez egy egész estés, közel két órás előadás, ami csak Ledbetterrel foglalkozik, és még maradnak lefedetlen területek. Ajánlom a figyelmébe annak, aki Ledbetterrel szeretne egy kicsit bővebben megismerkedni. A társulat második évtizedét 1886-tal kezdjük. Ebben az évben kezdte el Judge valójában felépíteni az amerikai társulatot. Valószínű, hogy ekkora lett annyi ideje vagy pénze, nem tudom, hogy több időt tudott szentelni a társulat építésének. Elég az hozzá, hogy elkezdte elég szépen felfejleszteni a társulatot, és majd később látjuk, hogy ez milyen mértékben sikerült neki. Aztán 1888-ban megjelent a titkos tanításnak az első kiadása. János most mondta, hogy itt a magyar változatnak, a magyarra fordított verziónak az utolsó előtti kötete az most vásárolható meg.
ezt is természetesen ajánlom minden teozófia iránt érdeklődőnek, de annyit hozzátennék, hogy ne ezzel kezdjék a teozófiával ismerkedést. Hát ez bizony nem könnyű olvasmány. A tudomány, a vallás és a filozófia szintézise az alcíme. Ebből is érezhető, hogy mekkora témakörrel foglalkozik. Két kötetből áll, az egyik a kozmogenezis, és a másik az antropogenezis. Ez a könyv mai napig az okkult filozófia és a világkép legátfogóbb műve. Azóta is szinte, ha ilyen témában történ, újabb dolgok születnek, azok valamilyen módon általában szoktak hivatkozni Blavatskynaira is. Nagyon fontos tudni, hogy ez egy inspirált írás, ugyanúgy, mint a Fátyol nélküli Ízisz. Ha az ember ezt elolvassa, vagy legalább, vagy csak egy részt elolvas belőle, akkor óhatatlanul feltámad benne a kérdés, hogy egyetlen ember fejében képtelenség, hogy ennyi tudás és ilyen szertágazó tudás jelen legyen. Hát azért van, mert ezt nem Blavatskyné intellektusa szülte, hanem egy kicsit több volt mögötte. 1889-ben azután egy Andi Bezant nevű hölgy is csatlakozik a társulathoz, ő pedig azért, mert elolvasta a titkos tanítást. Őről is mindjárt ejtünk egy pár szót. Ő is Ledbetterhez hasonlóan egy nagyon nagy alakja lesz a társulatnak. 1891-ben azután Blavatskyné itt hagy minket, legalábbis földi valójában. És sajnos ezzel a társulatban eléggé felkavarodnak a dolgok. De erről majd mindjárt. Viszont még előtte rövid összefoglaló Blavatsky főműveivel kapcsolatban, hogy tudják hová kötni, talán több is akad ebből a címlistából, ami ismerős lehet önöknek. Az első kettőt már említettem, de ide tartozik még a Csend hangja, a Kulcs a teozófiához és a Gyakorlati okkultizmus című könyvek. Ezek is a Magyar Teozófiai Társulat honlapjáról beszerezhetők, vagy könyvformában is megvásárolhatók. Ezek mellett pedig még több száz cikket írt a Teozófisztba, vagy más újságoknak, és rengeteg levelet is küldött még amellett, hogy a Teozófisztba írt. Őróla is született egy előadás, 2014. december 13-án történt ez. Ez is Adriennek köszönhető, és szintén letölthető a társulat honlapjáról. Ajánlom a figyelmébe Blavatskyné iránt érdeklődőknek. Andi Bezantról tényleg csak néhány szóban már kezd unalmasnak hangzani, de őróla is volt egy egész estés előadás. Itt alul a dián megtalálják, hogy hol lehet azt elérni és milyen címmel. A lényegét összefoglalva azt mondanám, hogy Andi Bezant egy nagyon érdekes pályát járt be az életében, vallásos családból indult, azután kiábrándult a vallásból tudományos érdeklődése miatt, aztán világi gondolkodó, szabad gondolkodó lett, szabadságharcos a nők jogaiért, a rossz munkakörülmények ellen lázadva, a maltúzianizmus ellen lázadva, és így tovább, és nagyon kemény dolgoknak volt kitéve élete során, nem ezek miatt. Aztán 1888-ban újságíróként találkozott a titkos tanítással, elolvasta, és a szerkesztőjétől azt mondta, hogy csinálna egy interjút ezzel a hölgyel, ami Blavatskynéval. Aztán ez meg is történik, de olyan hatással van rá, hogy 180 fokos fordulatot tesz, és szabad gondolkodóból teozófussá válik. Nagyon rövid időn belül, és ott is hagyja ezt a mozgalmat, aki tulajdonképpen ő, hát nem is hozott létre, de ő éltetett. És azután, hogy csatlakozik a társulathoz, Blavatskyné után,
a teozófia eszméinek talán a legnagyobb hatású gondolkodója volt. Nagyon sok éven keresztül kasul utazta a világot, és az ő előadásainak köszönhetően sok ezer ember fordult meg, vagy lett élete végéig a teozófiai társulat tagja. Aki ezeket az előadásainak a leíratát elolvassa, vagy könyveit elolvassa, azt óhatatlanul magával ragadja a stílusa. Eleve ő már fiatal korában felismerte, hogy nagyon jó szónoki képességei vannak. Hát ezeket aztán bőven kamaroztatta a teozófiai pályafutása alatt. Tehát sajnos, ahogy említettem, Blavatskyné halála egy kis erjedést váltott ki a társulatban, ugyanis ő volt az összekötő kapocs, a sok tekintetben egymással ellenkező személyiségű emberek között. Ő volt a közös többszörös, egy közös osztályban, hogy honnan nézzük. Lényeg az, hogy az ő halálával megindult egyfajta erjedés, aminek az egyik következménye aztán az lett, hogy 1895-ben az amerikai szekció közgyűlése kimondta elválást a diári, akkor még nem így hívták, de az addigi teozófiai társulattól is önállóvá nyilvánította magát. Judge vezetésével természetesen. És mai napig léteznek ők a Theosophical Society Pasadena nevű szervezet. De nem volt egyöntetű ez a válás, mert volt egy kisebbség, akik úgy gondolták, hogy hát nem óhajtanak Judge elnöklete alatt külön válni a társulattól, hanem megtartották a tagságukat az adiári társulatban, és Annie Besant és mások közreműködése következtében néhány évtized alatt ismét óriási szervezetté nőtt. Úgyhogy már akkor két párhuzamos szervezet hirdette a teozófiai ismereteket, vagy segítette a teozófiai ismeretek megismerésében Amerikában. Aztán 1909-ben Robert Crosby és néhány követője kivált a Theosophical Society Pasadena-ból, és megalapították a United Lodge of Theosophists című szervezetet, ez is a mai napig működik. Úgyhogy most már három szervezet hirdeti a teozófiát Amerikában, de ezzel még nem volt vége a történetnek, mert Európa se volt mentes a szakadásoktól, természetesen miért is lett volna. Ott a német társulat az, aki veszi a kalapját a teozófiai társulattól leválva, és Rudolf Steiner vezetésével megalakítják az antropozófiai társaságot. Ez is a mai napig működik, és van magyar szervezete is. Az ő kiválásuk mögött nem voltak személyi ellentétek is, de Rudolf Steiner azért meglehetősen eltérően értelmezte a teozófiai tanításokat. Nem mondom, hogy az, vagy nézőpont kérdése, hogy melyik az igaz, akinek az a kellemesebb, vagy jobban befogadható, az menjen afelé. Amint az előbb láttuk, ott a minden út hozzám vezet, az Úr Krisna. Lényeg az, hogy most már három plusz, hát egy kicsit az antropozófia az azért nem egészen teológia, sőt eléggé sok mindenben eltér. A fő különbség azonban mégis az, hogy az egyik az inkább a keleti filozófia alapjairól nőtt ki, a Steiner féle az pedig inkább a keresztény alapokat hangsúlyozza, és hát ebből azért adódnak kellő ellentétek, meg eltérések a két eszmerendszer között. De az tény, hogy az utóbbi időszakban azért ezek a szervezetek már a szembenállás helyett egyre inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy mi az, ami közös, ami egy jó dolog végül is, tehát közös konferenciákat szervezünk. Tehát most, mintha egy kicsit visszafelé kezdenénk haladni, és a nagy szétszakadás, ez kezd visszafordulni, hál' Istennek.
műszaki ember vagyok, hogy csinálok egy ilyen ábrát is, ahogy világos legyen, akik számára ez egyszerű. Nem a szöveg, de hát ez csak arról szól, hogy amit eddig szóban elmondtam, és a szaggatott vonal jelzi azt, hogy igazából az antropozófiai társaság az nem nevezhető a teológiai eszmék szoros értelemben vett tovább vivőjének, de mégis valahol sok mindenben hasonló nézeteket vallunk. Az első két évtized után egy kicsit csendesül a hullámverés, hogy mondjam, tehát sokkal kevésbé látványos, de a mai napig is folyik a munka a teozófiai társulatban. Több neves okkultató és tanító is, az ő munkásságuk is ezt mutatja. Ma úgy 50 ezer fő körül van az előbb elmondott teozófiai társulatban a taglétszám, az antropozófiát nem idevéve. És ebből az első, az eredeti, annak körülbelül 27 ezer tagja van 40 országban lévő társulattal és 13 regionális szervezetekkel. Ide értem például az Európai Föderációt, egy ilyen. Az említettem, hogy tovább folyt a munka a második évtized után is. Én itt most két embert említenék, aki a teozófia emlőin nevelkedett, hogy furán fejezzem ki magam. Az első Krisnamurti volt, nyilván a legtöbben ismerik legalábbis a nevét, a munkásságát, nem tudom mennyire. Arról azt kell tudni itt a teozófiai társulattal kapcsolatban, hogy Ledbeternek úgymond felfedezettje 1909-ben látta meg őt az Adiár folyó partján játszadozni gyerekként, és akkor úgy gondolta, hogy ő lesz a világtanító újabb eljöveteléhez az edény vagy hordozó, akibe a világtanító majd leszáll. A lényeg az, hogy végül is teozófiai nevelést kap két fő teozófus, Bezánt és Ledbeternek a felügyelete alatt. 1910-ben ő az, aki Alcione néven Mester lábainál című művet megírja, és ez is egy inspirált írás, nem tudom, most már nincs itt, ha volt is, de a társulat a könyvei között az egyik egy alapozó mű. Aztán a 1911-ben a keleti csillagrend megalapítása, és Krisnamurti lesz az elnöke, és ez egyben nyilvános szerepléseinek kezdete is. Ő is keresztül kasultazza a világot, és ez a keleti csillagrend sok tízezer fős tagságot mondhatott magáénak akkor, amikor vége lett. Mindjárt látjuk, hogy hogyan. Aztán 1922-ben, hónapokig tartó misztikus élmények után megváltozik, és kezd ellavírozni a teozófia klasszikus eszméitől, vagy legalábbis azoktól az eszméktől, amiket Bezánt és Ledbeter tanított neki, és egyre inkább egyéni tanításokat kezd adni. Majd az öccsének a 1925-ös halála még egy lökést ad neki afelé, hogy önállósítsa magát. Egészen addig, hogy 1929-ben szétrúgja ezt a keleti csillagrendet, és kijelenti, hogy ő semmiféle megváltó nem lesz a hordozója, és hogy egyáltalán senki ne keresse a megváltást másokban, vagy magán kívül, azt mindenkinek magának kell felfedezni. Nagyjából lehet összefoglalni az Omni beszédét. Egyébként, ha azt valaki elolvassa, akkor azért eléggé megrendítő. Tehát nem. Pár szóban összefoglalva azért az egy elég kemény olvasmány. A lényege, ez a mondás is itt született, hogy az igazságra
az valósághoz nem vezetnek utat. És ez egyben azt is jelenti, hogy ugyanezen a címen megint csak Adrien készített egy kiváló előadást, ami Krisnamurti munkásságát és életét foglalja össze. Ez is megtalálható a társulat honlapján. Geoffrey Hodgsonról tényleg csak vázlatosan mondanék már pár szót, ha bár semmiképpen nem tenném Led Baker vagy Krisnamurti mögé, csak hát teljesen más területen működtek. Hodgson is egy Led Baker-hez hasonlóan egy rendkívül felkészült és jó, kiváló képességű, tisztánlátó, és mint ember is mindenféle kritika felett állónak bizonyult élete során. Nagyon sokan próbálták és tesztelték a tudását, mindig sikeresen vette ezeket a teszteket, és végig nagyon szerény volt. Az ő munkássága, az életrajzi adatokat átugorva, ő inkább az angyali rendekkel kapcsolatos kutatásokra koncentrált, illetve az egészség és a betegség, illetve egészség-betegség karmikus eredetével kapcsolatos kutatásai jellegzetesek még, valamint másik ilyen jelentős hozzájárulása még a terhesség végigkövetése így akut szempontból, hogy az hogy, hogyan is történik az egész. Itt több részletet is megadtam ott a diákban, hogyan jutott elő arra a szintre, és egyáltalán milyen életutat járt be. De a lényege az ez, és róla is született egy előadás, az Angyalok Birodalma címmel, ezt kivételesen nem Adrien készítette, egy másik teozófus kollégám, aki nincs jelen, és ez nem olyan régen volt, idén májusban, de ennek is elérhető az anyaga és a felvétele a társulat honlapján. Geoffrey Hodgson, ugye ő, látják, 1983-ban halt meg. Ő már nem csak könyveket írt, meg leveleket, hanem hát őróla már bőven vannak hangfelvételek és rádióriportokat adott. Vannak olyan felvételei, amiket a negyedik dimenzióban tehát kirándulásairól adott hangfelvételek, hogy hogyan látott. Vannak olyan felvételek, amik egy barlangban tett kirándulása, az ott végzett tesztek kapcsán a régmúltba tett utazásait adják vissza. Elég sok mindenről van szó, és megéri utána nézni neki is. Ami még érdekesebb talán, az az okkult naplója, a Sanctuary címen angol nyelven, azon a linken a képe alatt elérhető. Abban nagyon érdekes dolgok vannak az életéről, illetve az, hogy milyen hatások érték, milyen mesterekkel, hogyan került kapcsolatba. Nagyon érdekes olvasmány. És ezzel elérkeztünk a Magyar Teozófiai Társulathoz, mint a következő napi rendi pontunkhoz. Az első magyar tagok a társulatban már a megalakulást követően megjelentek. A névmemórián az nem a legjobb. Tehát az első ilyen valószínűsíthető tagot úgy hívhatták, hogy Agárdi Endre. Ez így nem mond semmit, őrá úgy derült fény, hogy 1925-ben a Magyar Társulat kapott egy értesítést, hogy találtak egy írást a diári könyvtárban, amelyen egy olyan aláírás szerepelt, hogy Endreinek Agárdi of Kolosvár. Ez lehetett az az Agárdi nevű úriember, aki hát maga az írás a Scaliostróról szólt,
És a jelentőségét az adja, hogy, hogy ez 1875-ben született írás, amire Blavatskyné kézírásával rákezdett az, hogy ez a teozófiai társulat tagja és M-mester tanítványa. Tehát eléggé úgy fest, hogy ő lehetett az első magyar tag, mert ugye 1875-ös kéziratán Blavatskyné írta ezt rá. Aztán másik ilyen nagyon korai tagok lehettek a Vaj Ödönbáró. Ő 1880-ban már a társulatnak a főtanácsi tagja volt. Felesége Vaj Adelma pedig Blavatskyné unokatestvére. És akkoriban egy híres médium is volt ez a hölgy. Tehát magyar tagok már ott a első években is voltak a társulat környékén. Aztán az Ibernoszki Károly lakásán történtek meg az első ilyen összejövetelek az érdeklődők számára. De ezek egyelőre baráti szinten maradtak, tehát formális nem alakult semmilyen társulat. Míg nem 1955-ben Andi Bezant, mint adottam sok világkörüli útja során, egyszer Budapesten is járt, és adott elől, amiről aztán Adi Endre is beszámolt, és az ő előadása sok más helyen is meglehetős lökést adott a társulat és a teológiai iránt érdeklődőnek. Olyannyira, hogy aztán ezt a feltámadt érdeklődés miatt a teozófiai társulattól Isabel Cooper Oakley Budapestre költözött, és segítségével megalakult a társulat első magyar szervezete, amelyik 1907. július 7-én önálló szervezetként 12-es sorszámot kapta az adiári regiszterben. Hát ugye az első világháború idején járunk, Magyarország melyik táborba volt meg Anglia, angol politikai nyomásra törölni kellett a magyar társulatot a regiszterből, de aztán 21-ben ezt a társulat visszaállította. És ekkor már 16 alosztálya volt a Magyar Teozófiai Társulatnak. És ettől az időponttól kezdve egészen 1944-ig zavartalanul fejlődött a társulat. Nem voltak különösebb viharok, csak személyi ellentétek időnként. Azonban 1944-ben a zsidó törvények betartását a társulat vezetősége visszautasította. Nem maradt más lehetőségük ezelől kitérni, mint hogy feloszlatták a szervezetet. Aztán 1945-ben újraindul a szervezet, de hát sajnos nem sok szerencséjük van továbbra sem, mert a kommunista rezsimtől, a kommunista hatalomátvétel követően folyamatos zaklatásnak vannak kitéve, ami végül aztán 1950-es feloszlatáshoz és javainak az elkobzásához vezetett. És innentől kezdve 40 évig működött a Magyar Teozófiai Társulat baráti társaságként, ha úgy tetszik. Végül aztán, mikor újra lehetett, akkor 1991-ben újjáalakult a társulat, és vissza is kapta eredeti bejegyzését a diákban, ami ugye annyit jelent, hogy idén július 7-én volt 110 éves a magyar társulat. Készült annak idején egy centenáriumi oldal a teozófiai társulatnál, ennek az anyaga ott azon a linken elérhető, a sok történettel, nevekkel és dokumentum fényképekkel színezve. A lényegi dolgoknak a végére értünk, de néhány képet azért úgy gondolom, hogy illik mutatnom azokról a neves személyekről, akikről tudunk valamit. Ugye az adiári, a nemzetközi társulat valamennyi elnökének ismerjük a nevét, illetve van róluk fényképünk is. Ezeket nyújtottam itt most röviden össze. És
más sorba rendeztem őket. Az első Henry Steele Olcott volt, aztán jött Andy Besant követte, majd George Arundel vette át a kormánykereket. Őket két indiai úriember, Gina Rajadaza és Sri Ram követte, majd John Coates, és akkor az utolsó oldalon ismét egy indiai hölgy vette át a vezetését a társulatnak 1980-ban, ő volt Radha Burnie, őt volt szerencsénk még 2012-ben vagy 2011-ben, vagy 2007-ben a centenárium alkalmával itt járt nálunk is. És végül halála után Tim Boyd vette át a társulat vezetését, őt választotta, pontosabban 2014 óta ő az, aki vezeti a társulatot. Ami ebből 140 évből végül is akkor 8 ember volt az, aki 140 évvel vezette a társulatot. Eléggé nyilvánvaló, hogy a nemzetközi társulatot általában a megválasztásukat követően legalábbis eddig, a megválasztástól a halálig tartott szinte ezeknek az embereknek a mandátuma. Igen, ő lehet, hogy ő visszaadta korábban, mert nem tudta ellátni aztán. De ott általában legalábbis eddig ez volt a jellemző. Lehet, hogy változnak az idők, mert a törvények meg kikényszerítik a gyakori választásokat, mint ahogy ez megtörtént most is. A Magyar Teozófiai Társulat elnökeivel nem volt ennyi szerencsém, legalábbis az elején, mert az első két elnökünkről nem sikerült fényképet felállnom, őket Nagy Dezsőnek és Ágoston Gyulának hívták, és hát ők lényegesen röviden cipelték a terhet, a Teozófiai Társulat működtetésének terhét. Őket Stark Lipót követte, őról a másik előtt fényképet találni. Ő két évig volt a társulat elnöke, aztán Nadler Robert volt az első, aki hosszabb időn keresztül betöltötte ezt a posztot. Ő 11-től 27-ig, majd Rátonyi Ákosné 27-től 32-ig, őről sikerült képet találnom. És a leghosszabb idei Selevér Flóra volt az, aki a társulat elnöke volt. Ő 1932-től 50-ig töltötte be, és a halálát a kommunista rezsim nyaggatásának üldöztetésének köszönheti. Végül a megalakulást követően Reicher László volt az, aki elsőként a megalakult társulatot vezette, ő 1991-től 97-ig, majd Martinovics Tamás itt ül körünkben 97-től 2016-ig, és végül 2016 óta Szabari János az, aki a társulat ügyeit segíti. Ennyi volt. Köszönöm a figyelmüket.